Hol van Kálmán Olga? Ez érdekelt mindenkit az előválasztás tegnap esti eredményhirdetésén. A voksolást ugyan Karácsony Gergely nyerte valamivel több mint 33 ezer szavazattal. A figyelem mégis a Demokratikus Koalíció hiányzó jelöltjére terelődött, aki nem jelent meg a már kora délután meghirdetett közös sajtótájékoztatón. A párt szóvivője a távolmaradást azzal indokolta, hogy nekik nem szóltak időben, és Kálmán Olgának nem volt mit felvennie. Karácsony Gergely győzelme után arról beszélt, hogy az ellenzéki oldalon véget kell vetni a hatalmi játszmáknak. Szerettem volna, hogyha itt van Kálmán Olga is, hogy neki is gratulálhassak a szereplésért. A Momentum főpolgármester jelöltje Kerpel Frónius Gábor. Szeretném megköszönni az indulás Kálmán Olgának is. Az előválasztás nyertese Karácsony Gergely. Akármilyen okból valaki nincs jelen egy értekezleten, még tudhatja, hogy mit döntöttek a többiek. És az elővoksolást lebonyolító civil választási bizottság elnöke is Kálmán Olga hollétéről beszélt az előválasztás eredményhirdetésén. Az újságírói kérdések sem Karácsony Gergely. Szóltak. Mindenkit az érdekelt, hogy a DK főpolgármester jelöltje miért nem jelent meg a már kora délután meghirdetett közös sajtótájékoztatón. Későn értesültünk arról, az ő stábja, hogy ez a sajtótájékoztató itt ma egy közös sajtótájékoztató. A DK szóvívője később ezt azzal magyarázta, hogy nekik nem szóltak időben, ezért Kálmán Olgának nem volt ideje megfelelő ruhát keresni. Az aktivistákkal töltötte a délutánját, és hogy úgy mondjam, a hivatalosnál egyel vagy kettővel lazább öltözékben. Szívből gratulálok. Végül mégis előkerült Kálmán Olga, aki nem a helyszínen, hanem saját közösségi oldalán videó üzenetben gratulált a versenytársaknak. Az ellenzéki előválasztást Karácsony Gergely nyerte, valamivel több mint 33 ezer szavazattal. A második a DK által támogatott Kálmán Olga lett, több mint 25 ezer voksal. A Momentumos Kerpel Frónius Gábor pedig nem egész 10 ezer szavazatot gyűjtött össze. Az ellenzéki oldalon véget ért a rivalizálás korszaka. Karácsony Gergely szerint véget kell vetniük a hatalmi játszmáknak az ellenzéki oldalon. Majd arról is beszélt, mostantól csak előre szabad nézni. Véget ért az a korszak, amikor akár az európai parlamenti választáson, akár most az előválasztáson egymás riválisai voltunk. Véget ért az a korszak, amikor a pártok hatalmi játszódásai meghatározzák a politikát. Véget ért az a korszak, amikor még cikcakcokat lehet írni a politikában. Most már egyértelmű a kép, nem nézünk hátra, csak előre. Köszönet annak a rengeteg civilnek. És az MSZP-s Molnár Zsolt pedig arról beszélt, folytatni kell az egyeztetéseket, és az a legfontosabb, hogy őszre egy csatasorba állítsák az összes ellenzéki pártot. Az ellenzéki tárgyalások ugye április 6-án sok tekintetben lezárultak, ezek folytatódni fognak még jövő héten. A Momentumos Kerpel Frónius Gábor szinte rögtön felajánlotta, hogy megbékíti az előválasztásból kiszálló Puzsér Róbertet és Karácsony Gergelyt. A Momentum szerint ugyanis fontos, hogy Sétáló Budapest nevű programjával Puzsér Róbert ne induljon el önállóan az őszi főpolgármester választáson, hanem inkább álljon be ő is az MSZP párbeszéd jelöltje Karácsony Gergely mögé. Erre viszont egyelőre kevés az esély. Puzsér Róbert az előválasztás eredményének kihirdetése után gratuláció helyett Facebook oldalán azt írta, Karácsony Gergely a parkolási maffia jelöltje, aki hazudott, hazudik és hazudni fog, amíg csak szusszal bírja. Az előválasztás pedig véleménye szerint egy inkorrekt verseny, egy nagyszabású csalás volt, amelyen egyedül a balliberális tömb jelöltje nyerhetett.